Gina! Köszöntelek titeket, drága nézőim! Eljött egy újabb epizódja a Hearthstone Ranked Chassis-val című sorozatomnak, és hát a mai napi küzdelmünk is roppant izgalmas lesz, mert hogy a mágus csap össze a mágussal. És most próbáltam úgy összeállítani a paklimat, mert lefigyeltem, hogy a többi mágus mindig ezt a varázslat erősítő lapokat használja, spell damage, ilyen néven fut. Így próbáltam én is olyan lapokat összeválogatni, mondjuk most nem látszódik, de próbáltam. És hát majd meglátjuk, hogy hogyan fogjuk tudni kivitelezni ezt a kisebb küzdelmet. Most egyelőre még itt spórolok a lapjaimmal, mert szeretném kívánni, hogy mit reagál a illető úriember, meg szeretném fogyasztani az ő lapjait. És most főleg olyan kártyáim vannak, hogy a minionok elpusztítására vannak kihegyezve, így... Azt a lehetőséget várom, hogy mikor használjam őket, tehát egyelőre nem sok minden egyenben van, mert a miniont nem igazán tudnék letenni, aminek értelme is lenne. Na most lerakhatnám azt a két manás bagyot, de azt a tauntok ellen tartogatom. Hú, hölgyeim és uraim! És kipróbáltam, képzeljétek, kipróbáltam magamat e-sport szinten is. Most volt ez a Termáték ESL, mit tudom, Hearthstone kupának a harmadik hete. Hát kipróbáltam, hogy mennyire vagyok jó, meg mennyire nem. Hát az első győzelmem az meg is volt, mert nem volt ellenfelem. Ez mókás is volt ebből a szempontból, de utána rögtön kaptam egy level 2-es úriembert, aki hát mondjuk úgy, hogy igen, kicsit elkent a számot, de meglepően jó volt. Még annak ellenére, hogy veszítettem, meglepően jó volt játszani, úgyhogy szerintem én a közeljövőben is hasonló módon fogok majd neki veselkedni az ilyen kis ESL-es kupán, tök jó móka szerintem. És ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy mennyire bonyolultak, egyszerű, úgyhogy idáig nagyon tetszett. Na, végre van egy lap, amit lerakhatok a kezemből, igen, és akkor most megküldjük ezzel. Ilyenkor, hát ennek a Manna Vinernek az a tulajdonság, hogy amikor varázsol a mágus, akkor mindig egyenlő a támadása. És most sikerült azt elpusztítani, és már is hármas lett az atakja a kis minionunknak. Hát egyelőre ez jó, de hát az a gáz, hogy 5 manánál járunk már jelenleg, igen, vizgává varázsolta, hát de legalább megpróbáltam, igen, mondhatni. Most fogunk eljutni a 6. mana szinthez, és szerintem én le fogom rakni azt a kis spell damage-et erősítő 6 manás kártyámat. Mi is neki a neve? Azt mondja, hogy Archmage, na. De jó leszel. És a birkával kinyírjuk a Mishimokust, úgy. Na és akkor most egyel erősebbek a varázslataim. Hát van a kezembe 2 olyan, amik minden minionra 1-el sebez, de mivel ez a kártya lent van, így most már minden minionra 2-t tudok sebezni. És mivel elég sok manám lesz a következő körbe, így akár ez 4-re is módosulhat, bár nem szeretném. Hát ez egy olyan lap, amire nem vágytam, és meg fogja fagyasztani. Jaj, ne fagyaszd meg, de megfagyasztja, jó. Jó, és nekem is van egy ilyenem. Na hát, azt mondja, mit évő legyek. Hát, mindig, amúgy a Hearthstone az egy olyan játék, hogy mindig, amikor valami olyan kártyád van lent az asztalon, valahogy próbálja neked jelezni az, hogy a kezedben lévő kártyák valamivel kombinálhatók. Például mikor ez a spell damage-es lapot leraktad, akkor egy kicsit úgy ezüstösen csillogtak azok a lapok, amiket erősített. Így jelezvén az, hogy ezt lehet, hogy jobb lenne ez esetben használni. Jaj, nem már megint ilyen izékkel jönnek nekem, ha. Na de. Mit évő legyek, most egy csomó minden szerintem ki fog ide pakolni. Aminek annyira azért nem örülök. Ó, de secret lap, az a kedvencem. Ó, még egy secret lap. Jó, van, pakoljál még. Ó, de utállak ilyenkor. Hú. Jó, mondjuk, ha ez van a kezében, akkor más nem is nagyon tud lerakni, csak nem fogtam rajongani az ilyenekért. Mit évő legyek? Azt mondja... Hát... Halvány lila, gőzöm sincs egyelőre. De szerintem én most a mágusom képességével rásebzek egyet. Arra ellenséges minionra, aztán majd kiderül. Aztán szerintem a minden minionra sebző lapomat muszáj leszek használni, bár nem szerettem volna. Ja nem, tényleg igaz. El is felkezdtem róla, látjátok miről beszélek, ez 2 sebez most jelenleg, már olyan lapom van lent. Úgyhogy ezt el is fogom tudni
névosát tüntettem volna, hogyha az egyik szekret lap nem pont ezt akarta volna nekem megakadályozni. Mit évő legyek? Hát akkor jön a birkává varázsolás. Hát, jobb hiány. Birka lettél, jó van. És legalább erősödött a mana izém. Na, és most akkor próbáljunk meg támadni. Hát a gát, hogy van még egy szekret lapja, ami most reagált is. Úgy van, és hát... Ez mondjuk pont annyira lett elég, hogy megvédte attól, hogy most csökkentsem a HP-ját, mert 8-3-ot adott neki, meg pont 8-ot tudtam sebezni rá. Így fura véletlen. Ó, és most elpusztítja az összes minionot. De egy olyan vagy. Hát nem lesz egy könnyű köröm, azt meg kell, hogy mondjam. Úgy, és még sebez is rám 3-at. Na de, megint egy varázslat erősítő jószág van a kezembe, úgyhogy lerakom ezt. Meg, hát sebzek rá egyet, és kb. Ennyi. Bagyot még mindig tartogatom az esetleges felbukkanó tauntok ellen. Aztán vagy jó lesz, vagy nem, de amúgy vannak egyéb olyan varázsjószágok is, amikért nem nagyon szoktam reagálni, vagy örülni. És hát ezt meg kéne sürgősen semmisítenem, mert nem jó, hogy itt van. Na-na. Hát igen, egy kör erejéig, azt hiszem annak a kártyának az a tulajdonsága, hogy irdatlan kurva drága lesz az összes varázslapom. Úgyhogy hát most... Azt hiszem ennyit tudtam tenni az ügy érdekébe. Jaj, lerakjam még azt a nyomorúságot, muszáj leszek lerakni. Úgyhogy kijátszom a 7 manás kártyámat, azt a lovagot, mert az plusz egy életerőt és plusz egy támadást ad minden csatatéren lévő baráti minionnak. Úgyhogy hát a dolgok jelenlegi állása szerint ennyire voltam képes. Jó, és visszanyertem a kártyáim fölött az uralmat, most már normális hátba kerülnek. Ó, és most varázsolni fog. Nem jó. Ó, megfagyasztja a minionjaimat. Jó van. Hát, rosszabbra számítottam. Hát azért, igen, sikerült azért meglepni engemet. Na, és azt mondja, ez egy 6 manás, meg ott a 4 manás, a 4 manással elintézem azt a mana vajnert, ezt a spell damage-em ugyanúgy meg lesz, és akkor egy lap van a kezébe, talán jó lesz ez így. Hearthstone-nak az egyik sajátossága, hogy sokat kell rajta agyalni, nem. De nem. De jó, végülis... Mondjuk, hogy jó így ez a módszer, na! Hála égnek, de jó, hogy kivártam, Istenem! De most fogom eltüntetni innen a... mindenséget, ó, és a hősövet támadja, nem is a vágósovat, Isten, köszönöm szépen, hát ez egy nagyon jó ötlet volt. Ó, tehát ez egy 3 manás, megint egy varázslat erősítő kártya, úgyhogy minden a csatatéren lévő ellenség és miniont meg fogok tudni semmisíteni, márhogy most már 6-ot sebez a minden minionra sebző kártyám, és hát ez a... Hát ezek el is tűntek, úgyhogy... És ha minden igaz, 7-et sebez most már az a Fireball. Eddig jó. Na igen. Próbálja csökkenteni a minionjaim HP-ját, és mi van a kezedbe? Deal damage, azaz. Hát na jó. Azt mondja, mennyi az életereje? 16. És még van egy varázslat erősítő lapom, és 7-et tudok sebezni egy kártyával. Akkor 14, meg 1, az 15, meg még 1, az 16. Ó, megköszöntük szépen a küzdelmet. Hölgyeim és uraim, azt hiszem sikerült megnyernünk a legújabb ranked mérkőzésünket, és elmondhatom, hogy én már 18-as vagyok, csak ne bukdácsoljak vissza le. Adja az ég! Na, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket, remélem tetszett ez a rövid kis összecsapás. Találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!